Tisztelettel és szeretettel köszöntjük kedves nézőinket. A Szentírás és a Biblia az egy olyan érték, ami összeköti a protestáns és a katolikus egyházakat, embereket, és nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntjük dr. Targyányi Béla professzor urat, a Szent Jeromos Biblia társulatnak az egyik oszlopos tagját, vezetőjét. Tisztelettel köszöntjük alapítóját, Szigeti Jenő tanárurat, szakértőnket. A Szent Jeromos Társaság nagyon fontosnak tartja a különféle modern Biblia fordítások gondozását. Ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen hosszú évtizedeken, évszázadokon keresztül ez egy protestáns szívügy volt. És azt látjuk nagyon nagy örömmel, hogy ezt a katolikus bibliatársaságok is felkarolták, sőt, utat mutatnak tudományosság, precízség, pontosság területében. Mit tudunk elmondani a Jeromos Biblia fordító társaságról? Nagy örömünkre szolgált, hogy fel tudtuk újítani a régi katolikus magyar biblia fordítást, a Káldi féle fordítást, erről majd talán részletesebben beszélhetünk. Forgalmazzuk a Biblia Társulat keretében a Szentírás eredeti szövegeit is, tehát a görög, héber szövegeket, és körülbelül 40-50 féle modern nyelvű fordítást, köztük természetesen igen sok protestáns vagy ökumenikus fordítás, és hát, mint legújabb újdonság, a cigány biblia, amely a Biblia Társulat gondozásában készül. Be is mutatjuk rögtön. Ez úgy gondolom, hogy nem csupán Magyarországon egy kuriózum, hanem talán Európában vagy a világon is egyedülálló. Hogyan alakult ki ennek a gondolata, ennek a bibliafordításnak, a cigány bibliának a fordításának a gondolata? Nagyon érdekes történet, ha szabad röviden elmondanám. Tudnélik, kis kezdő lelkipásztorként találkoztam cigány gyerekekkel, és na tanítsatok meg cigányul számolni, és akkor elkezdték jár, dőj, strin, sztár, pázs, és akkor én hegyeztem a fülemet, és ugye görögül tanultam, tudtam, és ledöbbentem, hogy ezek a szavak szinte azonosak a görög számoknak a hangzásával. Na, hát ez volt az első találkozásom, és hát azóta elkerültem Budapestre professzornak, most a 40. évben tanítok, és hát igazából ilyen kapcsolatom nem volt a továbbiakban, de ugye jó 8-10 évvel ezelőtt beállított hozzánk a Biblia Társulatba egy fes cigány fiatalember, és azt mondta, hogy ő fogja magát, és lefordítja a Szentírást cigány, pontosabban lovári nyelvre. Azért igen, mert elég sok nyelvjárás van sok közöttük nyelvjárás is. Nyelvjárás van, de a cigányság világkongresszusa úgy döntött, hogy a lovári legyen az ő irodalmi nyelvük, és ezért magától értetődő volt, hogy erre fordítunk. Én meg nyertem egyet, és azt mondtam, hogy na jó, hát fordítsa le. Igen, nem, de hát ugye ebből akkor ez nagy munka lesz, hát akkor ezért pénz is kellene valamit, hogy hát családja van minden, hogy hát fizessünk. Mondom, jó, mondtam egy ilyen elfogadható összeget, fordítson le két evangéliumot, és akkor meglátjuk. Megegyeztünk, és akkor mielőtt ment volna, azt mondod, hát akkor ő neki most kellene ez a pénz, mert hát ugye dolgozni fog, ezt fogja csinálni, máshol nem keres pénzt. Na hát akkor egy még nagyobbat nyertem, és akkor kiszámoltuk, ezért mennyi jár, odaadtam neki. Munkatársaim a Biblia Társulatban. Nem dicsértek meg a professzor urat, maradjunk ennyiben. Mondták, hogy na ezt se a fickot, se a pénzet nem látod többször. És uram, bocsánat, a megígért határidőre hozta.
Na most én sokféle nyelven foglalkoztam, ugye szanszkritbe is beleszagoltam annak idején, és... Héber, görög, arám, héber, latin. Görög, arám, latin, elég sok. Nos, és akkor hát annak rendje módja szerint számítógépbe begépelve hozta az anyagot, két evangélium fordítását, odaültem, és elkezdtem olvasni, és nagyon csodálkoztam, mert tényleg cigányul volt. Nem volt tele magyar szavakkal, nem volt tele román szavakkal. Na mondom, ez az ember, ez tényleg lefordítja. És akkor ez így folytatódott, mint egy 8 éven keresztül. Ő szépen mindig hozta az anyagot, mi mindig előre megfizettük, amennyire tudtuk. És a végén először elkészült az Új Szövetség, amit itt látunk, és akkor az Új Szövetséget adtuk ki, méghozzá, talán ha megmutatná, két nyelven. Tehát magyar volt az egyik oldal, a másik oldalon pedig cigányul, azért, hogy ugye nagyon sokan vannak, akik nem annyira tudnak cigányok, vagy akik cigányokkal dolgoznak, maguk is tanulják. Hogy a tudják cigányelvet. Ellenőrizni a két nyelvet. Igen, és akkor ez jelent meg először, meglepő módon, én is örültem neki, a Magyar Püspöki Kör, kérem, komolyan támogatta ennek a kiadását, magát a könyvkiadást. És a dolog folytatódott, az Ószövetség természetesen hosszabb, fáradtságosabb munka volt, de végén az is elkészült. Na most mi ebben az érdekes? Az Új Szövetséget azt már lefordították több helyen is az elmúlt évtizedek során, de a teljes Bibliára még senki nem vállalkozott, és ez az ember meg képes volt elejétől végig lefordítani az egészet. És aztán a végén sikerült az egészet megjelentetni és kiadni először a világon, a teljes Biblia cigány nyelven elérhető, úgyhogy mi kis vállalkozásunk, a Szent Jeremos Biblia Társulat nem rendelkezett olyan halatlan nagy szakértői gárdákval, anyagi forrásokkal, ezért hát más fordításokra nem vállalkoztunk, de erre büszkék vagyunk, olyannyira, hogy annak idején maga a katolikus egyházban a cigány lelkipásztorkodásért felelős püspök, Keresztes Szilárd még Rómába is bemutatta egy sajtótájékoztatón. Tehát örülünk, hogy egy ilyen rendkívüli dolgot is sikerült megvalósítani, amellett persze, amit egyébként a társulat keretében végzünk, most már 20-22 esztendeje. És ehhez elismerésünket fogadja professzor úr, az egész társulat számára továbbítsa. Ez egy hallatlan nagy dolog, és úgy gondolom, hogy nem is csupán az, hogy van egy cigány biblia, hanem egy gesztus érték. Ma, amikor a cigányságnak valamilyen módon a rendezéséről beszélünk, az integrálásáról, európai közösségen belül, ez egy hallatlan nagy gesztus a kereszténység részéről. Inkább a gesztus érték az tényleg óriási, de a gesztuson túl, ha Európába szétnézünk, vagy az egész világ irodalomban, hogyha egy nemzetnek elindul az irodalom, ott az elején ott kell, hogy legyen a Biblia. Mert ez az alap. Végső soron mondok egy nagyon érdekes példát, ezt nem nagyon tudják a nézők. A kirgiz nyelv az egy kicsit rokon a magyarral is, mert ugye Ural-Altáji nyelvű is, és a kirgiz írásbeliség az valamikor a 30-as évek elején kezdődött. És ugye a kirgizek akkor a Szovjetunió részei voltak. Mégis úgy döntött a Kirgiz Tudományos Akadémia, hogy 1934-ben lefordították a Bibliát kirgiz nyelvre, és ez lett a kirgiz irodalmiság alapja. Márpedig most vannak világhíres kirgiz írók, Csingiz Ajtmanovot, ha említjük, akkor ugye világirodalmi rangú író, és ez a Biblián nőtt fel. Hát a Bibliában van benne mindaz az alapvető emberi érzéseket kifejező szókincs, aminek a megalkotása nélkül nincs irodalom. Ezért ez a cigány kultúra szempontjából is egy döntő dolog, nem beszélve természetesen a lelki értékről, hiszen
azért azt mondjuk el, hogy a cigányság körében a cigány missziónak a kérdése az egy döntő kérdés, ez minden egyháznak döntő kérdés, mert ez az Európához való kapcsolódásnak a dolga. Mi csak a magyaroknak kellett felvenni a kereszténységet, amikor idejöttünk Kárpát-medencébe, ez így van mindennél. Milyen fogadtatásban részesült ez a fordítás a cigányság részéről, és tudnak-e úgy erről, akiknek tudni kellene, már mint a cigányság? Igyekszünk, főleg a cigánysággal foglalkozó tanárok, iskolák, lelkipásztorok azok, akik ezt szorgalmazzák. Be kell vallani, hogy maga a cigányság intézményesen nem annyira érdeklődő ezen a téren. Ez egyébként nem csak a Bibliára vonatkozik, hanem egyáltalán az irodalomra. Ugye van náluk néhány neves és elismert műfordító például, vagy költő. Most ezeknek a művei léteznek, megszülettek, és közkézen forognak, de ennek az olvasottsága, a cigány nyelvi irodalom olvasottsága, nem csak a Bibliát illetően, azért igen, igazán azt lehet mondani, hogy én. Viszont még azt is hozzá kell tennem, hogy talán itt elmondhatom, hogy a politikai viszonyokat illetően a teljes Biblia megszületése, hogy úgy mondjam, rosszkor született. Mert amikor az Új Szövetség elkészült és megjelent, akkor pálinkás miniszter úr mutatta be, és ezért az akkori cigány önkormányzat vezetője, aki most ismét az, Farkas Flórián, nekem megszavazott és átadott egy díjat, emlékérmet, a cigányságért emlékérmet. Ez ünnepélyes, és akkor a pálinkás miniszter úr akkor azt mondta, hogy hát ezt minden iskolában, ahol vannak cigányok, akkor a minisztérium gondoskodni fog róla, és utána jött a váltás. Könyvtárak, stb., levéltárak, igen. Jött a váltás, szaladgáltam én a minisztériumhoz, új miniszterhez, meg ehhez, ahhoz ide küldtek, oda küldtek, attól kezdve hivatalos vonalon ezt teljesen semmibe vették. Most ez azért nagyon nagy hátrány volt tekintetben. És nyilván a gyeromos társaság nem tud azt mondani, hogy most Szabolcs-Szatmárba elküldünk 500 könyvtárba 500 példányt, mert hát... De ennek... még ha tudnám is, egészen másként jön az, hogyha a miniszter vagy az oktatási államtitkár oktatásért felelős közvetítésével érkezik meg az iskolába, mint hogyha én ugye küldözgetem ide vagy oda, és akkor nézzük, hogy ez miért. Tehát sajnálatos módon ez nem történt meg. Most aztán egy újabb remény van bennem, még nem mozdultunk igazából ezen a téren, de reménykedem abban, hogy az új helyzetben, mikor egy kicsit már elindulnak a dolgok, akkor akár a cigányság vezetősége, akár pedig az új oktatási vezetés majd figyelemmel lesz erre és fölkarolja, mert én hiába szaladgálok ugye azokhoz az iskolákhoz, ahol ugye az a probléma, hogy szegregáció, meg ez, meg az, ugye, ahelyett, hogy a cigányság magára találva a saját múltját és a saját nyelvét, irodalmi nyelvét kezdeni művelni. Ezt szorgalmazni kell, és bízom benne, hogy ezen a téren változni fog a helyzet, és akkor természetesen, amit mondtál, kolléga, hogy a cigányság is rádöbben arra, hogy a nyelvnek egy tárháza, kincs alapja a cigány biblia fordítás, mint minden más nyelven is. Biztató, csak annyit mondok, hogy én Miskolcon tanítok a magyar történelem szakosokat Bibliára, és van néhány nagyon eszes cigány gyerekem. Azoknak mindig azt mondom, hogy nektek kötelező a cigány Bibliából is készülni. És akkor pironkodnak, mert nem nagyon tudják a nyelvüket.
Viszont mindegyiknek a lelkére kötöm, hogy ugye kötelező nyelvvizsga van, ne csak modern nyelvekből, tehát angolból, vagy németből, vagy franciából, vagy spanyolból tegyenek vizsgát, hanem lováriból is. Igen. Mert nektek kötelező a népetekért lováriul is megtanulni, és ehhez nagyszerű segítség az Új Szövetség, vagy az egész Biblia. Úgyhogy örömmel láttam éppen a múlt szerdán, hogy kislány, aki cigány, nagyon eszes, nálam mindig jelesre vizsgázott, folyosón állt, és olvasta a Bibliát, ezt a Bibliát. Ott láttam először ezt a Bibliát, olvasta, azt mondja, készülök a nyelvvizsgára, de azt mondja, a szöveg is nagyon érdekes, bár van néhány szó, amit mi nem úgy szoktunk mondani otthon, mondom, akkor tudod, mit csinálj? Légy szíves, írd a margóra ezeket a szavakat, hogy revidiálni lehessen, hogy nem így szoktuk mondani. Igen. És nagyon örülök neki, hogyha valami elindul ilyen fejlődés, hogy ezt a nyelvet kezdik élővé tenni, mert az úgy van, a nyelvújításnál is úgy volt, hogy egy csomó szó előkerül, csomó változik, csomónak a tartalma megváltozik. Egy ember ezért nem tud sohasem jó Bibliát fordítani, hanem mindig kell egy kollektív ellenőrzés. Ez így van, ahogy a professzor úr mondta, hogy amikor megkapta az első evangéliumokat, akkor gyorsan megnézte, hogy hány magyar szó fog benne, mert van bennünk, ugye, akik a túlsó parton állunk, hogy azt halljuk, hogy a cigányok beszélnek, de azért mindig belespékelnek egy-egy magyar szót is, mert vagy nem ismerik annak a szónak a cigány jelentését, vagy lehet, hogy nincs is olyan szó, nincs kitalálva, vagy nem ismer, tehát olyan félig-meddig törve beszélik ők is saját kultúrájuk nyelvét. Meglepett, hogy amikor Ausztriában is bemutattuk ezt a fordítást, ott is volt egy sajtótájékoztató, és utána elimádkoztuk közösen cigányul a mi atyánkot. És a végén úgy fejezték be, hogy most és mindig volna magyarul, és ők úgy mondták, a kánatáj mindig. És úgy néztem, hogy most egy magyar szó van az ausztriai cigányok nyelvében. És ez bizony, erre vigyázt, és megbeszéltem a fordítóval, hogy ezeket kerülje el, és keresett is tájszavakat keresett, hindi gyököket keresett, új szavakat alkotott, ezért természetes, hogy aki olvassa, egyszerűen nincs annyi szavuk a cigányságnak, hogy a teljes Biblia minden szavához eredeti cigány szót használjanak, és hát ez minden nyelvnél így volt, csomót átvettek idegenből, például gyümölcs szó nincs. Nincs. Gyümölcs szó. Gyümölcs. Így mondják a cigányok Magyarországon és Erdélyben is. És akkor azt mondtam, akkor vagy egy hindit vegyél, vagy egy modern latin eredetű, és akkor beírta, hogy fruktó. Na most, ha a kislány elolvassa ezt, és ott találja, hogy fruktó, te mélyednek a fruktója, akkor gondolkozni fog, és hát másként ez nem működik, hogy gazdagodjon a cigányság nyelve, szókincse, csak így lehetett ezt megcsinálni, és hát ez nehézséget is jelent az olvasásban, mert nem fog mindent azonnal ugye érteni, tehát gondolkodni kell. De hát ez így volt mindig, hát mi is átvettünk rengeteg latin szót, hogy közékkorban, de érdekes a román bibliának az ügye, hogy a román biblia az elérhető messzeségben 17. században keletkezett, a román biblia, az első román biblia fordít 1620-valahányban Bethlen Gábor idején, és hát a románusok azt mondják, hogy ez azért nem jó, mert tele van magyar eredetű szavakkal. Nyilvánvalóan ők is ebben a cipőben jártak. Ugye a kultúrák egymástól átveszik, és az ismeretlen kifejezéseket honosítják, mint ahogy hogy mi is rengeteg török szót vettünk angol szót, az angolok is átvettek tőlünk. Igen. Igaz, hogy sokkal kevesebbet, mint mi tőlük, tehát ez így megy. Tehát ez az, hogy ez szokott a példám lenni, hogy ceruza, papír, radír. Ceruza latin, papír görög, radír német. És tiszta magyarul beszélünk. Most ez nincs. Hát ugye könyvre mit tudott mondani, azt szokták használni, hogy hártya. Hát ilyen.
És akkor most hártya, hát mert ugye eredetileg ugye hártyára lapokra írták, és akkor ez lett a könyv. Szóval nem volt ez kis teljesítmény, és hát ennek az elfogadtatása is sem könnyű, de hát igyekszünk. Különben a régi Károly is Pál apostol írásainál hártyára hivatkozik, hát, és azt mondja, hogy a hártyákat majd hozd magaddal, mert ott felejtette valahol a tekercseit, és Timóteusnak mondja, és ott hártya van, úgyhogy ezzel akarom bátorítani, jó, hogy akkor jó volt ez a fordítás. Nem találtam meg, de igen. Professzor úr még nagyon sok könyvet hozott. Mutasson ben még nekünk ezekből, hogy gazdagodjon, ami ismeretünk, így van, mi mindent csinál a Jeromos Biblia Társulat. Ha szabad, egy kicsit az elejéről kezdeném, azzal, hogy tulajdonképpen én említettem már, hogy az Újszövetség tanára vagyok a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi korán, korábban megy a Katolikus Hittudományi Akadémián 71 óta. Most a fő feladatom nekem természetesen a Szentírás tudomány, tudományos művelése és előadása. Igen, ám, csak valahol nálunk is elsősorban a II. Vatikáni zsinat után került előtérve az, sőt, mint egy komoly ajánlásként, hogy a hívek rendszeresen olvassák a Szentírást. Ez egy nagy-nagy újdonsága volt a II. Vatikáni zsinatnak. De hát ez nem úgy megy, hogy megjelenik egy leírat, és akkor most már mindenki elkezdi olvasni. Egy zsinati határozat, és abban a pillanatban mindenki 500 kilométerre mindenki azonnal veszi a Bibliát és olvassa. Na most ezért volt azután, hogy a katolikus egyházban országonként létrejöttek Biblia társulatok, amelyeknek az volt a feladata, és az a feladata, hogy szorgalmazzák a katolikus hívek körében a rendszeres bibliaolvasást. Hogy végre nincs már az az akadály, ami 1500 évig volt nyomtatás előtt, hogy egyszerűen nem lehet hozzájutni. Most már hozzá lehet jutni, 20 fagylalt áráért megveheti a teljes Bibliát, vagy jó voltából ingyen is hozzájuthat. Na már most ezek után ez az akadály megszűnt, és ezzel most már a katolikus egyház is élni kíván. Ki az, aki ezt szorgalmazza? Be kell vallanunk őszintén, hogy hát a lelki pásztorkodó papság se erre volt nevelve a zsinat előtt. Ők is arra voltak nevelve, hogy ők a Szentírást kitanulták, és utána fölmennek a szószékre, felolvassák, megmagyarázzák, menj haza, és csináld. Tehát a papságot, a hitoktatókat, az egyszerű embereket egyszerűen el kell indítani ezen. Hát kellett alakítani a gondolkodásukat a zsinati határozatnak megfelelően. Vedd a kezedbe, hát most már ne csak közvetve akart hallani az Isten szavát, hanem vedd és olvasd, lelki táplálékod legyen nap, mint nap. Amit egyébként korábban megcsináltak a jobbak, akiket mi úgy hívunk, hogy szentek, meg nagy keresztény katolikus tudósok. Persze azért nem volt ez lehetetlen régebben se, de a pornév nem juthatott hozzá, annál is inkább, mert ugye 1500 évig csak görög vagy latin szentírás volt nálunk. Nos, minden országban születtek tehát ilyen intézmények, Magyarországon is születhetett volna, vagy születnie kellett volna, de hát 65-ben volt a zsinat, 89-ig itt új intézmény nem születhetett a katolikus egyházban, a magyar egyházi életben. Nyilván a Szent István azt a könyvkiadó létezett, abszolút lefette azt az igényt, ami úgy szükséges volt. Olyannyira, hogy amikor végre 73-ban engedélyt kaptunk az állami hatóságoktól, hogy csináljunk egy új bibliafordítást, az első kiadásra nagy lelkén 30 ezer példányt engedélyeztek, és ez elővételben egy szálig elfogyott. Kérem, 75-től 73-ig
katolikus bibliát nem lehetett kiadni Magyarországon, ilyen régi ötköteteseket őrizgettek meg, szereztünk antikvárból. Nos, tehát a Szent István társulat ennyit tudott produkálni, hogy végre ugye a zsinat után 8 évvel letettünk az asztalra, én is részt vettem ebben a fordításban, mint kezdő tanár, egy új fordítást. De ez még igazán csöpp volt a tengerben, és nem lehetett létrehozni akkor még sem új könyvkiadást, sem egyéb segédeszköz. Például ebben az időben a katolikus lelkipásztorok is gyakran elmentek titokba ifjúsággal lelki gyakorlatot tartani. Mit csináltak ott? Szentírást olvastak. Ezeken az úgynevezett titkos lelki gyakorlat hegy, meg kulcsos ház, meg ilyen helyeken. És akkor a Szentírást olvasgatták, és akkor egyszerre szükség lett volna, hogy mindegyiknek a kezébe legyen. Nagyon érdekes, én ebben az időszakban, a 70-es évek, 80-as évek elején néhányszor megfordultam ilyen katolikus helyeken, és protestáns kis bibliákat láttam, ami zsebbe elfér, mert rendkívül praktikus volt, és ugye a katolikus bibliának megvolt a maga vaskossága, meg fontossága, de azt nem lehetett könnyedén mozgatni. Folytatjuk a szünet után, a reklám után. Néhány percre megállunk, és megkérjük kedves nézőinket, hogy maradjanak velünk, mert a szünet után folytatódik műsorunk. Bizonyos történeti írások rászolgálnak arra, hogy eredeti formájukban megőrizzük azokat. A reformáció, valamint a jó és a rossz közötti nagy küzdelem iránt érdeklődők szempontjából kétség kívül ebbe a kategóriába sorolható James Wiley, a Waldensek története című könyve. A már évszázadosnak tekinthető kifejezés módja ellenére is elmondhatjuk, hogy az utóbbi idők történeti munkái közül egyetlen másik sem örökítette meg a Waldens történelmet hasonló részletességgel és erővel. A könyv szerzője a kínzást és az üldözést szókimondóban tárja elénk, mint amennyire az ma illendő lenne. Az egyháznak azonban hamarosan, még a Waldenseknél is keményebb próbatételekkel és megpróbáltatásokkal kell szembenéznie. Annak újra átgondolása, ők miként dacoltak a nélkülözésekkel és a halállal, hogyan álltak ki az igazságért és találtak menedéket az Alpokban, segítséget jelenthet a mai idők keresztényeinek, hogy a körülményektől függetlenül hűségesek maradhassanak Istenhez. Folytatjuk a beszélgetést a Szent Jeromos Katolikus Társulatnak a Biblia kiadásával. Nagyon sok szép könyvet látunk. Professzor úr, legyen olyan kedves, mutassa be számunkra és a nézők számára. Milyen értékeket takarnak ezek a könyvek? Hát talán azzal kezdenénk, hogy az első, ugye említettem azt, hogy sokan fiatalok olvasgatták a Szentírást, és ehhez az egyik lelkes paptársam készített egy szövegmutató szótárt. Ha kinyitjuk, akkor látjuk azt, hogy talán van, aki tudja, mit jelent a konkordancia neve. Meg lehet találni, hogy egy szó hol és hány helyen fordul elő a Bibliában. Most ez volt az első kiadványa, még nem is létezett a Biblia Társulat, amikor hát ugye elkészült, és a Szent István Társulat nem tudta kiadni, nem kapott rá engedélyt, és akkor én addig könyörögtem a karunk, hittudományi karunk levelező tagozat igazgatójának, Nyíri Tamásnak, ő elment és próbált engedélyt szerezni, hogy legyen ez segédeszközként kiadva a karunk által. Hát a szegény szerző az közben megbetegedett, 42 éves korában meg is halt, egy hét múlva jött meg az engedély. Na és akkor ez volt az első, amit aztán végül is kiadtunk, még a Biblia Társulat el se indult, ezt letettük a Magyar Egyház asztalára, és azóta, hát úgy gondolom 6-7 ezer kézben van Magyarországon és határainkon túl. Na most a Biblia
viszont hiányzott, amit említettük már az előbb, hogy keveset lehetett katolikust kérni, volt már új fordítás, meg nagy alakú is volt, és nagyon kedvelt volt a korábbi időben az úgynevezett békésdalos kiadás. Ennek viszont az volt a baja, hogy ez Rómában jelent meg, és ugye a rendszerváltozás előtt tilos volt ezt behozni. Szerencsére nagyon sok bekerült 56-ban, akkor valami 200 000 példányt hirtelen behoztak belőle, és utána is az volt, hogyha egy fiatal kinti címre írt, hogy küldjenek nekem, akkor küldtek kettőt. És akkor így azért elég sok a kezébe került, bár a Balázs Béla püspök atya mesélte, hogy egyszer egyetlen példányuk volt még az elején, beleesett a Balatonba, és laponként szárítgatták meg, mert annyira kincs, meg kézzel másolták, annyira hiányzott a Biblia. Na most... El kell mondani, hogy azért nagyon nagy tudományosságot akar ez a békés dalos. Tehát ez igen. A protestáns részről is egy rendkívül nagy elismerést váltott ki, és vált ki a mai napig is. Igen, és ez óriási segítség volt, mert mai magyar nyelven, ugye említettem, hogy volt a régi katolikus, az régies nyelvű volt, volt az új fordítás 73-ban, az meg egy kicsit akadémikus volt, ez meg egy nagyon gödülékeny köznyelvi fordítás volt. Na már most, amikor végre ugye megalakulhatott a rendszerváltás után új törvény, új egyesületek létrejöhettek ebben a pillanatban, én kértem azt, hogy néhány barátommal megalapítjuk a Biblia Társulatot Magyarországon is, és első akcióként az volt, összebeszéltünk a bencésekkel, mert bencés volt, aki fordította, az ő tulajdonuk, hogy itthon az első kiadást. Kérem, 200 000 példányt gyártottunk le, 89-81-ben, és ebből az akkor induló Biblia Társulat 70 000-et előre eladott, 70 forintért. És akkora volt az éjség. Szinte hihetetlenül hangoznak igen. Ezek a számok. És minden egyes példányból megmaradt 10 forintunk, és ez volt az induló tőkéje a Biblia Társulatnak, meg az az öröm, hogy ezt haza tudtuk hozni, ilyen nagy példány számba az emberek kezébe tudtuk adni. Sőt, rendeztünk egy jótékonysági hangversenyt, és még külföldre is vittünk. Ebből gondolom tized... a külföldi magyarság külföldi számára. Erdélyben. Felvidék, Vajdas... Erdély, igen. Vajdaság. Az egy óriási, az elején még működött ez a jótékonysági hangverseny, élvonalbeli művészek a Zeneakadémián, König Bíboros volt a védnök, ott volt a Magyar Püspöki Kar elnöke, és kérem szépen ki tudtunk vinni ebből 18 000 példányt, ebből még nem volt, a Szent István Társulattól vettünk 1000-et, ezt vittük és osztottuk szét akkor első. Szóval ez volt az első nagy örömteli teljesítmény a Biblia Társulatnak, hogy a Biblia hiányát próbáltuk megoldani Magyarországon, és ez nagyon nagy segítség volt, de még mindig az volt a helyzet, hogy teljes katolikus Biblia fiatalok számára, akik utaztak, mentek lelki gyakorlatra, még jezsuita pátert is láttam, lelki gyakorlatot tart, és a protestáns testvéreink kis Bibliája van nála, mert nem cipeli a katolikusok a nagy Bibliáját, és akkor az álmom az volt, hogy kiadunk mi is, megnéztem a protestáns testvérekét a méretet, és levértem, és akkor átcsinálunk mi is. Csak hogy nem volt szövegem, nem volt szöveg, mert ugye a Szent István Társulat fordítása, amiben én is dolgoztam, az ugye a kiadó tulajdona, és hát nem kívánták, hogy egy másik kiadó ezt kiadja, és akkor mit csináljunk? Hát kérem szépen, protestáns testvéreink máig szeretik azt a Károlyi Bibliát, és olvassák, szeretettel újra és újra kiadják, mi meg a Káldinkat sútba loptuk, kérem, akkor nekiültünk. Elővették a Kádi fordítást. Nekiültünk, két hölgy begépelte egy év alatt az egészet, utána 12-en dolgoztunk a revízión, a szöveget modernizáltuk,
De még akkor még mindig az volt, hogy hát van egy hivatalos, rendes katolikus Biblia. Nálunk ugye a püspöki kell jóváhagyása kell ehhez. Meg lesz-e az engedély? Meg lesz-e az engedély. Ugye hozták, mondták, hogy hát most mindenki egy másik Biblia, meg régi is, meg itt van a jó is, meg az új is. Hát mit csináljunk is? Akkor, hát a jelenlegi egri érsek volt a püspöki kar titkára, és akkor elpanaszoltam a dolgot, hogy hát nem fogják ezt engedélyezni, mikor elkészült már, a kész szöveg volt, és akkor ő azt mondta, tudod mit, nézzétek oda a neovulgátához, tudnék, a klasszikus katolikus bibliafordítás a vulgáta volt, és a zsinat után ennek csináltak egy abszolút modern változatát, ami teljes mértékig megfelel a mai szövegkritikai követelményeknek, és akkor szépen hozzáfogtunk is, odaigazgattuk a szöveget, és azóta lett Káldi neovulgáta Biblia. Ilyen lehet, hogy az egész világon megint csak nincs, hogy a neovulgáta alapján készült nemzeti fordítás. Na hát így aztán sikerült az engedélyt megszerezni, és akkor még kaptunk némi támogatást is hozzá, és hát azóta ebből körülbelül 150-160 ezer elkészült már 6.-8. kiadásnál tartom, már nem is győzöm, két méret volt belőle, egy ilyen, és akkor a másik volt ez a egyel kisebb, hogy ezt aztán szinte mellény zsebbe bele lehetett tenni. Több színbe, nálunk katolikusoknál nem hoztam annyit, de zöld, kék, bordó, barna, divatos. Protestáns testvéreknél a Biblia mindig hagyományosan fekete, nálunk meg ez a hogy úgy mondjam, hagyomány, hogy a borító is színes. Így aztán sikerült ezzel is hozzájárulni ahhoz, hogy az emberek kézbe vehessék. És nagyon olcsón igyekeztünk ezt is árulni, akkor még kaptunk támogatást külföldről ilyenhez, és még a Biblia évében is másfél évig újra leszállítottuk, féláron árultuk, és akkor is el kell belőle valami 20-30 ezer, bespájzoltak belőle az atyák, lelkipásztorok, hitoktatók, úgyhogy ez szerintem egy nagy áldás és nagy jótétemény. Igaz, hogy van egy úgynevezett hivatalos katolikus bibliafordítás, de hogy a bárki szakember azt mondja, az a jó, ha minél több nemzeti fordítást tudunk nézni, mert akkor tudjuk a 3-4 fordítás mögött az igazi mondani valót megtalálni. Ezt én is a hallgatóimnak mindig így magyarázom. És hát ezért meg a formátuma miatt azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a fiatalság ezt használja, ez hangzott el. Már csak méretéből kifolyólag, igen. Színeiből, színességéből, nagyon könnyen lapozható, tehát praktikus, gyakorlati szempontból. Nagyon sokszor látom, hogy villamoson, vonaton, igen, olvassák le. Ezt ugye, hát természetesen, ez akkor indult el, én már korábban is irigykedtem protestáns testvéreinkre, de amikor egyszer valahol vidéken utaztam vonaton, ismeretlen fiú megszólított, hogy kinézte belőlem, hogy pap vagyok, csináljanak már zsebbibliát, a katolikusok is. Miért nem lehet? Hát aztán ezzel indult az egész, és aztán hál' Istennek sikerült megoldani, és hát a Biblia évébe persze még ajándéknak csináltunk ilyen egy evangéliumot is, kisebb méretekben. Tehát azt hiszem, hogy a Biblia terjesztés területén a katolikus egyház életét nagyban sikerült gazdagítanunk. Az biztos, hogy szinte fényévnyi távolságot fejlődött, gyarapodott itt Magyarországon is a katolikus Biblia kiadás, és ez tényleg nagyon jó látni és tapasztalni ennek a hatását. De van itt még egy hatalmas nagy Biblia a professzor úr előtt. Igen. Hát ez nagy merészség volt. Munkatársaimnak egyszer mondtam, jön a Biblia éve, csináljunk egy díszes... Ez legalább egy 4-5 kiló, úgyhogy megvan a súlya. Díszes
kilőtt. Az egyik munkatársamnak rész ezüstműves a fia. És eszembe jutott, hogy mire legyen rajta veret is. Uh-huh. Hát kérem, én megterveztem, megbeszéltük, mentem, melyik nyomda tud ilyet csinálni, még a televízió is odajött csodájára, hogy hogyan készül kézzel maga a veret, az elkészül először részből, utána bearanyozzák, és minden sarkán 3-4 szöggel odaszögezik a helyére. Ez egy nagyon érdekes vállalkozás volt, merész volt. 1000 példány készült, és nem sok van már belőle. Ez azért készült, hogy igazából a Biblia évében, meg egyáltalán nálunk is van most már a katolikus egyházban Szentírás vasárnap, hogy olyankor mit tegyenek ki, egy egyszerű hétköznapi kötetet kitesznek, vagy pedig egy nem bibliai szöveget tartalmazó képes Bibliát. Úgy gondoltam, hogy ez az igazi, hogyha egy igazi Biblia díszes kinézésben rendelkezés rá, és el kell, hogy mondjam, hogy a jelen pillanatig jönnek, és itt is, ott is még vásárolnak belőle, úgyhogy nagy örömömre szolgált. A másik oldala az, hogy nagybetűs. Ez tehát tulajdonképpen persze nem hétköznapi használatra szántuk. Van egy másik olcsóbb változata is, ugyanilyen méretű, de az nem ilyen drága és nem ilyen dísz, nem ennyire díszes, az csak arany nyomással van a borítója. Az a családi bibliánk, ez pedig ugye az arany bibliánk. Professzor úr, mielőtt még itt elkezdenek égni a telefonvonalak, hol lehet ezt megvásárolni? Innen nem is olyan messzire, a Terész körúton, sokan ismerik, hol volt vagy van a Kátai ház, Kátai volt, abban a ház, Terész körút 28 a Nagy körúton, ott van a Biblia társulatunknak a székhelye, központi irodája, kis előadóterme és a kicsi boltja. Ebben a Volvan forgalmazzuk a saját kiadványainkat, és amit említettem, rengeteg idegen nyelven tudunk szerezni, közvetíteni Bibliát eredeti nyelveken, cigány nyelven, és természetesen... Nyilván élő nyelvek, angol, német, francia, olasz. Ezek az élő modern fordítások. Hát a Biblia boltunkban bármikor, ami hétfőtől csütörtökig van nyitva, délután 5-ig, szeretettel várunk mindenki, minden érdeklődőt. A kínálatunkat fel viszont meg lehet találni a Biblia társulat honlapján, amelyet könnyű megjegyezni, mert csak annyi, hogy Biblia társulat kötőjellel. www.bibliakötőjeltársulat.hu .hu. Ezen a címen megtalálja bárki az interneten, és ott a kiadványainkat megnézheti, az kínálatunk. A boltban kapható rengeteg más kiadvány is, körülbelül 300 Bibliával kapcsolatos tudományos és népszerűsítő, vagy hitoktatáshoz, mindennapi olvasáshoz hasznos kiadvány, akár katolikus, akár protestáns, forgalmazzuk ezeket, szeretettel látunk és várunk mindenkit. Professzor úr, amikor én professzor urat meghívtam, és telefonon beszélgettünk egy kicsit a Biblia kiadásról, akkor én ott elhűlve hallottam a jövőnek egy nagy tervét, valami különleges Bibliát, valami hallatlan Bibliát. Na most nyilván mindennek van valami meglepetése, de valamit el lehet árulni itt a médiában ebből? Anélkül, hogy most én azt kérném, hogy leplezzük le, mert ezt nem kérem, mert ezt majd, amikor megjelenik. De valamit azért meg lehet tudni arról a Bibliáról? Talán a világ legszebb bibliája jelent meg Németországban, nem is tudom mennyi évvel ezelőtt, amelyben körülbelül 300 színes, aranyozott, középkori festmény iniciálé volt található. Korlátozott példányszámban,
horribilis áram természetesen. Nos, akkora volt a sikere a német nyelvterületen, hogy rákapott valaki, és azóta már szlovén, egy szlovákul, és csehül is megjelent, és az ősszel jelentkeztek nálam, hogy a Káldi Neovulgát a Biblia szöveggel ugyanezt kiadják. Ez még nem publikus, de nem titok. Majd egy komoly ismertetési kampány fog indulni, az első példányt Szentatyánk fogja megkapni ünnepélyesen, a második példányt Bibolos úr kapja ünnepélyesen, és hát erről elsősorban azt, ha jól tudom, az egészet nem mi adjuk ki, mi csak a szöveget adjuk, meg korrektúráztuk a szöveget, közreműködtem a képeknek a magyarázatait, én fordítottam, tehát együttműködünk velük, viszont egy szlovákiai pozsonyi kiadó adja ki, de itt Magyarországon fogja reklámozni, méghozzá díszcsomagban, futárral, úgyhogy előküldik, nem is boltban nem lesz kapható, előre interneten lehet csak megrendelni, ott mindenféle információ meg lesz róla, szóval... Várhatóan ez mikor jelenik meg, még ebben az évben, vagy következő? Ebben az évben, gondolom a második felében. Szeptemberben kapja meg az első példányt, októberben a Szentatya, és attól kezdve lesz rendelhető. És meg kell, és mindenkinek névre szóló számozott példány fog érkezni, amennyiben az árát hajlandó lesz legombolni, de most nem az egyszerű hívek számára készül, hanem a, hogy is mondjam, bibliofil. A bibliofil, és szóval egy olyan egyedülálló kultúrkincs, hát hol lehet egy rakáson, tehát azok az iniciálék, meg csodálatos festmények, középkori kézzel festett festmények, azok, ha jól tudom, olyan 50-60 kódexből vannak összeválogatva a Biblia szövegéhez. Tehát ez így egy olyan fantasztikus gyűjtemény a középkori művészetnek, hogy hát ezt bárki... Szinte aki a kezébe fogja a Bibliát, a középkort fogja, valamilyen módon a középkor művészetét fogja a kezébe majd. És megcsodálhatjuk a képekről, hogy a középkorban hogyan vitték közel az emberekhez. Mert ugye ami izraeli ostromok természetesen német lovagvárnak néznek ki, meg Dávid katonái természetesen középkori pajzsal főszerelkezve. Ez egy nagyon érdekes probléma, mert az úgy van, hogy tudom én Dürernek a híres Részkarcai, ugye a 16. század legelejéről a nürnbergi házakat föl lehet ismerni, ma is meglévő házakat, és ebben van valami tendencia, és ez egy nagyon fontos dolog. Ez a jó illusztráció az olyan, hogy közel hozza jelen időbe az egészet. Ez az olvasó, aki a Dürer karcokat nézte, azt mondja, hogy a tékozó fiú története, most hirtelen arra gondolok, egy nürnbergi háznak a hátsó udvarán van a disznók között, ott teszik a dolog, hát így történik köztünk. Hát minden prédikációban ezt akarjuk elmondani. Válik az olvasó valamilyen módon. És ez egy csodálatos, nem beszélve a Biblia pauperumokról, ami még exegetikailag is nagyon érdekes tanulmány, hogy mit mivel párhuzamosítottak, és hogy illusztráltak, vagy nem beszélve a falfestményekről, úgyhogy itt van a Magyarországnak van egy kincse, amit nagyon kevesen ismernek sajnos, ez a Veleméri templom, mert pehjükre a szlovén határon van majdnem ez a templom, ahol például a megfelelő történeteket világítja meg a déli napfény, amiről éppen prédikálni kellett az egyházi év textusai szerint. Ez egy csodálatos valami. A három királyokra pontosan akkor, amikor a három királyokról volt szó a textusban, arra sütött a déli napfény. Tehát ez az egyházi kalendárium megfelelő időszakára, megfelelő idejére, pontosan órára, ehhez nem kis mérnöki teljesítmény volt szükség. Így van, és ez nagyon fontos a Bibliánál, de rövid az időnk, és itt még más könyvet is látok, és egyik kedvencemet is. Igen, most már csak sajnos egy-két percünk van, úgyhogy gyorsan fel kell, gyorsan
gyorsítsuk a dolgokat, igen. Csak megmutattam, hogy hát a görög eredeti, újszövetség görög eredeti, ezt is forgalmazzuk, épp úgy, mint ahogy a protestáns testvérek. Azután, hát volt a Biblia éve, arról egyszer szívesen hosszabban is beszélnék. A végén összegyűjtöttünk esemény listát, színes képekkel, helyszínekről. Én a magam a Biblia évében körülbelül 50 helyen tartottam előadást. Nagyon nagy siker volt, a Jóisten nagy kegyelme volt, hogy a Biblia évét megtarthattuk közösen. Nagyon szép közös rendezvényeink voltak a protestáns bibliatársasággal. Pecsuk Otto már járt itt, úgyhogy már ő elmondta a protestáns részt, igen. De amikor ősszel meg fog ez a különleges Biblia jelenni, akkor professzor urat már most mondom, hogy visszavárjuk, és akkor majd a műsor második részében beszélgetünk a Biblia évéről, ami letisztult. Nagyon-nagyon szépen köszönjük professzor úrnak a jelenlétet. Isten gazdag áldását kívánjuk a Szent Jeromos Biblia kiadásra, hogy minél több emberhez juthasson el Isten szava, Isten üzenete. Köszönöm a lehetőséget én is, és szeretettel köszöntök minden nézőt, a Jóisten áldását kívánom most a közelgő húsvéti ünnepek alkalmából. Köszönjük szépen a figyelmet, Isten áldja önöket, viszontlátásra!